Munkagépek nehezítik a közlekedést Kégy egyik legforgalmasabb utcájában. Mégsem hallatszik szitok. Partnerként viselkedik építő és lakos a nehézségek ellenére. A helyiek megkönnyebbüléssel vették tudomásul, hogy egy darabig építkezni fognak az utcákban, mert tudják, a munkálatok végeztével hosszú évek óta tartó nehézség megoldása születik meg. A vízelvezetés problémája évek óta megoldatlan a településen. A település operatív program pályázati lehetőségeinek keretében nyílt lehetőségünk arra, hogy ezt a csapadékvíz hálózati rendszert esetleg fel tudnánk újítani. Igazából erre a területre azért esett a választásunk, mert a Kossuth utca és a Hegedűs Gyula utcának a vízgyűjtő rendszere, ami nagyjából 200 hektár, és ennek a településünkre bezúduló csapadékvizét ez az árok rendszer kellene, hogy elvezesse, és hát erre képtelen volt ebben a formában. Ezért gondoltuk, hogy ezt a részt újítjuk föl ebben a programban. 126 millió forint ennek a költségvetése, ennek a beruházásnak, amelyből az összes olyan hidat meg tudjuk csinálni, ami nem felel meg a csapadékvíz áteresztő képességének. Ha elérkezik az augusztus, a kégyiek mindez idáig félve kémlelték az eget, mert évek óta megérkezik az esőzés is, amely elönti az utcákat, megrongálja a kerítéseket, és vízzel tölti meg adott esetben a házak szuterinjét. Amikor a villámárvizek jönnek, akkor ahol most állunk, a kerítéstől a túlsó oldalig egyben van a víz általában. Ennek a legnagyobb okozója a bal kezemnél lévő árokrendszeren lévő hidak, amiknek az áteresztő képessége nagyon-nagyon kicsi, illetve a hidak nyomvonala össze-vissza van, és ezért a víznek szinte akadályát képezik, és egy pillanat alatt az árokból kilép ez a nagy mennyiségű csapadékvíz, és elönti az utcát. Hogyha megnézitek, akkor lehet látni, hogy ezek a gyűrűk ezekhez a hidakhoz, illetve ez az árok szelvényhez nagyon-nagyon kicsik, illetve az egyik így áll, a másik így áll, a harmadik így áll. Ezen az oldalon is, hogyha megnézzük, akkor itt sincs a nyomvonal összerakva. Hát mindenki, aki a hidat építette, akkor abban az időben olyan hidat csinált, amihez pénze volt, illetve ahogy ő azt kitalálta. Most ez egy egységes szép árokrész lesz, vadonatúj hidak lesznek ezen az oldalon. Itt fönt a munkások lehet látni, hogy lapozzák az árkot. A talajvíz ezen a részen eléggé magas. Ezért a kivitelezés úgy lesz megcsinálva, hogy hiába lesz egy zárt árok rész lapokkal, alul azon a részen, ahol a talajvíz be tud folyni, ott ilyen rácsok lesznek beépítve, és akkor ott a talajvíz le tud folyni, illetve hogyha el is tud az árok szikkanni, amennyire el tud. Ez egyfajta értékmentés, mondta Gödrei Zoltán polgármester, hiszen ezek a pályázatok pont azt a célt szolgálják, hogy az itt élők házait, értékeit megmentsük. Az árokrendszer megújítása nem a végleges megoldás, hiszen a következő lépésben adatöregszik majd a település vezetése, hogy ezeket a vizeket kivezesse a falu szélén található gyűjtőterületre.